Az új Espace első tetőablaka, szélvédője és az oldalsó ablakok panorámás vezetői pozíciót hoznak létre, amely 4 üvegszekcióból áll. Ez jobb kilátást biztosít a vezető és a második üléssor utasai számára. A központosított vezetői pozíció magában foglal egy TFT kijelzőt a vezetővel szemben, amelyet igény szerint beállíthatnak, és egy head-up kijelzőt az adott változattól függően. A középső konzol az utasteret hídként szeli át. A konzol ad helyet a nagy, 8,7 szolos állóhelyzetű érintőképernyőnek és a sebességváltó karjának. A hangulatvilágítást a kiválasztott vezetési üzemmódnak megfelelően személyre lehet szabni. Az új Renault Espace nagyvonalúan kényelmes első üléseket kínál hangsúlyosan kontúros kialakítással és széles fejtáblákkal. A változattól függően ezek az ülések vagy manuálisan állíthatóak, vagy elektromosan az ülés oldalán található gombok segítségével. Egy kapcsoló közvetlen hozzáférést biztosít a multifunkciós kijelző ülések menüjéhez. Az ülésfűtés a középső konzolon található gombok megnyomásával aktiválható. Ha gyújtás be van kapcsolva, nyomja meg a kívánt ülés gombját. A gomba épített jelzőlámpa bekapcsol. Az ismételt megnyomás fokozza a hőmérsékletet. Harmadik megnyomásra a fűtés kikapcsol. A rendszer automatikusan szabályozza a fűtést, és szükség esetén kikapcsolja. A masszázs funkció a multifunkciós kijelzőn keresztül állítható. Kiválaszthatja a vezető vagy az utas ülését, a masszázs típusát, intenzitását és sebességét. A vezetőt és az utast a beszállást könnyítő funkció is segíti. Működésekkor az ülés automatikusan hátrahúzódik, amikor elhagyják a járművet, és visszahúzódik az eredeti helyzetébe, amikor megnyomják az indítógombot. A vezető beállíthatja az utasülést a saját ülésén lévő gombok használatával. Ez az előzékenységi funkció. Ez a funkció a multifunkciós kijelzőről kapcsolható be. Az első ülések és a külső, visszapillantó tükrök helyzete memorizálható. A motor indítása előtt először állítsa be az ülés helyzetét, majd tegye a váltót D fokozatba, hogy beállítsa a külső visszapillantó tükrök helyzetét előre menetben, majd végül tegye a váltót R fokozatba, hogy beállítsa a külső visszapillantó tükrök helyzetét hátra menetben. Válassza a mentés menüpontot a multifunkciós kijelzőn a helyzetek eltárolásához. Akár 6 különböző beállítási profil tárolható. Az első ülések eltárolt helyzetét kizárólag a jármű állóhelyzetében lehet előhívni. A kormánykerék magasságának és mélységének beállítása megkönnyíti a vezető számára az ideális vezetési pozíció megtalálását. Az elektrokróm belső visszapillantó tükör beépített visszajelző lámpával rendelkezik, amely tájékoztatja az első ülések biztonsági övének bekötéséről és az utas oldali légzsák blokkolásáról. A fedélzeti számítógép, valamint a rádió és a navigációs rendszer információinak görgetésére szolgáló gombok a kormánykeréken találhatóak.